Ebben a videóban a téglalap rajzoló utasítás belső funkcióit fogjuk áttekinteni. Gépeljük bele a parancsolba a tégl rövidítést. Ezt a parancs rövidítést az AutoCAD képes feloldani, és ha csapunk egy Entert, kiadja a rajzutasítást. Először azt kéri tőlünk, hogy adja meg az első sarokpontot, vagy a kapcsolzáró jelek között látható funkciókkal tudnánk módosítani a parancs lefutását. Klikkeljünk most a modelltér egy tetszőleges pontjára az egér bal gombjával. Most, ha még egyszer klikkelnénk, akkor természetesen lezárulna a parancs, és létrejönne a téglalap rajzelem. Ehelyett mi most menjünk bele a terület opcióba. Gépeljük a parancsolba a T karaktert, majd üssünk egy Entert. Azaz, most olyan téglalapot tudnánk létrehozni, amelynek a területét mi szabályozunk. A kacsacsőrök között mindig az aktuális érték olvasható, ezt írjuk át most 10.000 rajzi egységre, természetesen ez most négyzetegység, hiszen területről van szó, üssünk egy Entert, majd ezután meg kell adnunk a téglalapunknak a hosszabb vagy szélesebb oldalát, hiszen csak így tudja a számítást elvégezni az AutoCAD. A kapcsolzárójelekben láthatjuk a hossz és szélesség funkciót, a kacsacsőrök pedig az aktuális értéket, azaz a hosszúság, ezt fogadjuk el az Enterrel, majd adjuk meg a téglalap hosszát, ez legyen mondjuk 150 rajzi egység, és üssünk egy Entert. Ebben a pillanatban létrejött a téglalap rajzelem, amelynek a hosszabb oldalát definiáltuk, és a területét, a másik oldalat pedig hozzászámította az AutoCAD. Most hozzunk létre egy másik téglalapot, Enterrel az utoljára kiadott parancsot meg tudjuk hívni újra, megint tegyük le a téglalap első sarokpontját, majd most menjünk bele a méretek funkcióba, azaz gépeljük bele az M karaktert a parancsolba, majd Enter. Meg lehet adni a téglalapok hosszát, ez 150 egység, legyen ez most 100, adjuk meg a téglalapok szélességét, ez legyen mondjuk 120, Enter. Figyeljük azt meg, hogy most a parancs még nem záródott le. Hiába rajzolta föl az AutoCAD a téglalapot, hiszen az első klikkelés körül el tudjuk helyezni ezt az új téglalapot, a kívánt pozíciót, hogyha elértük, klikkeljünk a bal egérgombbal, és csak ekkor fogja rögzíteni a modelltérbe az AutoCAD. Még mindig lehet folytatni a belső parancsok ismerkedését, azaz üssünk egy Entert, megint tegyük le a téglalap első sarokpontját, majd menjünk bele a forgatás opcióba. Ezt egyébként az újabb AutoCAD-eknél grafikusan is megtehetjük, hiszen ha ráklikkelünk, akkor automatikusan belemegy. Itt meg kell adni az elforgatás szögét, meg lehet adni grafikusan, vagy pedig numerikusan a parancsolba, legyen ez 45 fok. Enter, majd pedig meg lehet adni az oldalak hosszértékét, grafikusan, numerikusan üssünk egy Entert, és létrejött a téglalap rajzelem. Így mi. Rendben van. Most újra adjuk ki a téglalap rajzolás utasítást. Jobb klik, legutoljára kiadott parancs, hiszen a legutolsó most a radír, az nekünk nem felelne meg, a téglalapot adjuk ki, és menjünk bele a letör funkcióba, klikkeljünk rá. A letörés ugye azt jelenti, hogy a téglalapunknak a sarkait adott hosszértékekkel le tudjuk vágni, törni. A kacsacsőrök között az aktuális érték látható, hogyha ez nulla, akkor hiába vagyunk benne a letörési opcióba, nem fog történni semmi. Azaz, adjuk meg, hogy az első letörési távolság legyen mondjuk 10 rajzi egység, a második letörési távolság legyen 20 rajzi egység, Enter, majd kezdjük el rajzolni a téglalapunkat. Lehet látni, hogy a forgatási szögmében maradt az előző utasításból. Akkor tudja csak a letörést elvégezni az AutoCAD, hogyha elegendő méretű a téglalapunk, még nincs letörve, most már le tudja törni, a kívánt értéknél pedig rögzítjük az objektumot. Természetesen a forgatást vissza is lehet állítani, hogy belemegyünk forgatás opcióba, és visszaállítom nullára, majd újra kiadom a téglalap parancsot, belemegyek a letörésbe, azonos letörési távolságot adok meg, és szépen mind a két sarokpont, azaz mind a négy sarokpont szépen azonos letörési távolsággal lesz elkészítve. A letörésnek a párja a lekerekítés, ezt is bemutatom.
menjünk bele a K karakterrel, hiszen az van nagy karakterrel szedve, üssünk egy entert. Ha itt is a kacsacsörök között nulla szerepel, akkor le fog futni a lekerekítés, de nem fog történni semmi. Ezért írjuk be, hogy mondjuk 15 rajzi egység legyen a lekerekítés sugara, majd kezdjük rajzolni a téglalapot. Itt is lehet látni, hogy csak akkor történik meg a lekerekítés, ha geometriailag már el tudja helyezni azt a téglalapon belül az autókert. A kívánt pozíciónál pedig rögzítjük a rajzelemet. Még mindig nincs vége, ezért Enterre adjuk ki újra a téglalap rajzoló parancsot, adjuk meg a vastagságát a téglalapnak, ezt térbe kell értelmezni, azaz ez a magassága lesz a téglalapunknak, ez nulla, legyen ez 10 rajzi egység, majd rajzoljunk egy újabb téglalapot, ami ugye le van kerekítve. A következő belső funkció, az pedig a szélesség lesz, az R betűvel tudjuk beállítani. Azt mondja az autókhez, hogy a vonal vastagságot adjuk meg, ez egy kicsit zavaró, alapértelmezésben ez nulla, azaz egy pixellel jeleníti meg ilyenkor a modelltérben a rajzelemeket az autókhez. Írjuk át ezt 10 rajzi egységre, majd innentől kezdve újra rajzoljunk egy téglalapot, és lám-lám tényleg 10 pixel vastagságú téglalap rajzelemet tudtunk létrehozni. Ahhoz, hogy valóban megnézzük, hogy van vastagsága a rajzelemünknek, ugye az előző elemről beszélek, menjünk át térbe, klikkeljünk rá a nézet kockára egy tetszőleges alapontján keresztül, és ebben a pillanatban áttértünk a térbe, és látjuk, hogy létrehoztuk az első 3D-s objektumainkat, amelyek igazándiból nagyon egyszerűek, de akkor is háromdimenziósak. Valamint ez arra is jó, hogy lássuk, hogy az AutoCAD, amikor síkba dolgozunk, akkor is egy 3D-s modelltérbe helyezi el a rajzelemeket, csak az Z-koordináta alapértelmezésben nulla értéket vesz föl. A nézetkockán keresztül vissza is tudunk térni a felülnézetbe, és tovább tudunk dolgozni a síkrajzunkon.